Média partnerünk a sport24.hu. Értse mindenki úgy, ahogy gondolja. A labdarúgó világbajnokságról közvetítő magyar tévériporterek valamivel felülmúlják a várakozást. Na most kivel kritizáljuk őket, hogyha nem Kompanival, majd aztán erről, hogy miért is így hívnak pontosan, Koppányi Gergely a vendégünk, az egyik legbátrabb, pofátlanabb, kritikusabb, kérdezem, nem kíván törlendő futballblogger. Melyik? Pofátlan az nem. Nem. Talán kritikus se annyira, annak mindig helye van, tehát nem kelek fel úgy egy reggel, hogy már egy hete nem kritizáltam senkit, és akkor tikkel a fejem, hogy valakiről kritikus hangvételben szóljak. Mit csinál a fejed? Tikkel. Igen, nagyon jó, így, csak így, szerettem volna aláhúzni. Igen. Mi volt a harmadik? Már nem tudom, de teszek hozzá egy negyediket, hogy taktikus. Mert ügyesen ezt is passzoltad, én meg itt még ügyesebben keresem, hogy ugyanakkor mi mindent írsz te a magyar riporterekről, hát nem dicséred meg őket. Jelenlegi helyzetben nem tudtam róluk dicsérő szavakat írni. Azt írod, hogy a szakmaiatlanság árnyékában folyik. Kint is, meg a itthoni stúdiókban is a munka. Szakmaiságot kellene belevinni? Szakmaiságot mindenképpen. Felkészültséget kellene belevinni, aminek azt hiszem, hogy hiány vannak. Olyan alapvető dolgokban tévednek, tárgyi tévedésük van, szabályok rossz értelmezése, ami szerintem megengedhetetlen lenne. Pláne egy ilyen csúcseseményen. Hát a 2014-es labdarúgó esztendőnek a nagy esemény a világbajnokság. És nekem az ideális képzetem, hogy a szakma legjobbjai közvetíthetnek ilyenkor, hát most nem így van. Jó, oké, ezt már sokszor elmondtuk, hogy most egy riporter klubcsapat van kint, nem egy riporter válogatott, és az MTVA ezt föl is vállalta. De azért még vissza ehhez, hogy szakmaiság. Amikor az RTL klubon ment a VB, nem is tudom hány éve, akkor meg azért esett mindenki szegény Héder Barnának, hogy ő meg elkezdett poénkodni, hogy a kötény, azt tudják, kedves háziasszonyok, nem az, ami, hanem. Szóval most akkor hogy kellene? Szakmázunk? Tudom, 10 millió szövetségi kapitány országa, de talán már csak 2-3 millióé, nem? Mindenkinek úgyse lehet megfelelni. Tehát négy évente van VB, négy évente leülnek azok is, akik nem tudják, hogy mi az, hogy kötény. Tehát el lehet ezeket mondani, de ha én leülök egy meccset nézni, világbajnoki meccset, akkor azt várnám el, hogy alapvető dolgokban ne hibázzanak. Persze mindenki hibázik, aki dolgozik, mégis a mértéke, illetve ezeknek az aránya az, ami kicsit lejjebb kéne, hogy menjen. Az most divat, hogy ha te azt mondtad, hogy tikkelsz, akkor én azt mondom, hogy divat, hogy fikázzunk mindent a mai világban, legyen az akár futballkommentátor is. Ez most divat? Persze korábban is szitták, Szepesit is szitták, Vitrait is szitták. Ez divat, vagy ez szakmai alapon, vagy nem tudom, szóval mi indít arra egy fiatalembert, hogy puf. Tudom, foglalkozott a focival is, sőt, elsősorban is. Azzal igen, de hogy azért neki esel a riportereknek, és nem mindenkire jellemző ez a bloggerek közül sem. Azért ez nem gyakori. Nem tudom, szerintem biztos van 2 éve is annak, hogy utoljára riportert vagy kommentátort kritizáltam, ez most egy olyan pillanat. De akkor volt, nagyot, mert akkor azt mondod, hogy nem értik a leszszabályt. Igen, hát azt még a házmester meg nagymama is érti. De visszatérve a kérdésedre, nyilván ebben óriási szerepe van az internet fejlődésének. A Web2 világában bárki egy internet kapcsolattal is egy géppel vagy okostelefonnal maga előtt azt ír ki magából, amit szeretne. És ha ezt ügyesen írja meg, vagy jó felületeken publikálja, kellő olvasottsága lesz, akkor ez a vélemény nyilván országszerte vagy világszerte ismert lehet. Valószínűleg ez tehát nem most lett ez divatos, csak most már van olyan lehetőség az internetnek köszönhetően, hogy ez nagyobb publicitást kap. Gólvonaltechnika, negyedik bíró, ezeket hogy lehet elrontani? Hát nagyon könnyen. Például ha a kommentátor elkezd vitatkozni a gólvonal technológiával, illetve az általa adott képpel.
Gundel Takács Gábor volt a közvetítője, pontosabban a kommentátor a Franciaország, Honduras meccsnek, ahol ugye Benzema lőtt kapura, és a kapus beleért a lövésébe, nem, kapufáról pattant, és a kapus segítette beljebb a labdát. Ez belefér, hogy az ember javítson? Persze, hogy belefér. Jó, szerintem is. Miért ne férne bele? Igen, no, és fontos, hogy ilyenkor visszataláljon, szóval. És úgy találok vissza, hogy a Govona technológia nagy újítása, hogy megmutatják a stadionban is a képet, hogy bent volt-e a labda teljes terjedelmével, vagy nem. Uh-huh. És amikor ezek a hihetetlenül pontosan, 10 millió képet, nem tudom pontosan mennyit, csinálnak egy másodperc alatt ezek a kamerák, és egyértelműen mutatta ez a gép, illetve ez a technológia, hogy bent volt a labda. Gundel Takács Gábor még 10 percig azt ecsetelt, hogy hát ő nem biztos, mert szabad szemmel nem lát. Pont ez a lényege, hogy az emberi agy és az emberi szem az korlátok közé szorul. És ezért kell egy gépi segítség, hogy az megmondja a tutit. Bent volt, vagy nem volt el? Nem uh-huh. volt bent. Tehát Govona technológiával nem érdemes szerintem vitatkozni, az átaladott képpel legalábbis. Gundel igazán nem szolgál, nem szorul az én védelmemre, de nem lehet, hogy ennek az egész rohadt focinak, és azért mondom így, mert szeretjük, többek között azért szeretjük, mert lehet szidni. Az az egyik varázsa, hogy nem tudom, százvalahány éve alapvetően nem változnak a szabályok, másrészt pedig azért, mert lehet rajta vitatkozni. Lehet, hogy elrontana itt is mindent a sasszem, meg a rezgő bírói zászló, partjelzői zászló, és így tovább. Tehát nem azért jó, mert van miről utána beszélni. Ki volt a brazil gólszerző? Bent volt, nem volt bent? 11-es, nem 11-es? Én abszolút támogatom azt, hogy a technikát hozzák be a kétes szituációknak az eldöntésébe. Hát régen is gyalogoltunk mindenhová, lóval odaértünk mindenhová, most mégis autókkal járunk, tehát fejlődik a technológia. Igen, nem hiszem, nem hogy tehát olyan pénzekről, olyan presztízsekről, olyan karrierekről dönt egy-két ilyen szituáció, hogy nem szabad hagyni az emberekre, mert a bírók is hibázhatnak. Ők is ugyanolyan halandók. Na de miről vitatkoznánk másnap? Nem írom alá az autós példát, mert azt mondom, hogy akkor is megfogta a színpadon a színész a színésznő seggét, már bocsánat, és erről nem készült videófelvétel, hanem ma se, hanem ezen lehetett vitatkozni, meg azért ebből élnek a bulvárlapok, és. Egy kicsit én azt mondom, hogy a foci bulvárja az az, hogy szidhatjuk a bírót, hogy vannak bizonytalan esetek. Ez nekem elrontja a játékot. Uh-huh. Tehát nekem például van, nem, akinek nincs, meg ez a játéka. Ezt is elfogadom, de nekem nincs igényem arra, hogy másnap azon vitatkozok, hogy ez bent volt, vagy nem volt bent, és nézzük még vissza 15-ször. Ha van egy olyan technológia, aminek az igénybevételével a 100%-os pontossággal el tudjuk dönteni, akkor ezt használjuk ki. Én abszolút ezen az állásponton vagyok. Van millió egyéb dolog, amin el lehet gondolkozni, meg el lehet vitatkozni. Az nem rontja el jobban a játékodat? Most, hogy igaz vagy nem, ezt természetesen nem tudhatjuk, hogy nem véletlen, hogy a 40. percben kiállítottak egy játékost, nem véletlen, hogy négy, nem tudom mennyi lett a vége. Tehát magyarán tetszik most is a Kamerun, Horvátország. Aha, igen. Én nem akartam kimondani a nevüket. Igen. Hát ez van a híradásokban, hogy az egy bunda volt, és ráadásul Magyarországról mozgatta egy igen. És hogy azt is megjósolták, hogy az első fél időben kiállítanak egy játékost, és akkor Alex Song belállította a könyökét, a Mandzsukic. Igen, ez a nem kockáztatott, nem ellökte, nem igen, lábbal ment, igen, hanem valahogy nem, így. Biztosra igen, ment. Tutira. Nem tudom, olvastad-e Declan Hillnek a Bunda című könyvét. Ott gyakorlatilag végigvezetik, hogy egészen komoly meccseken, világbajnoki mérkőzéseken is hogy működik ez a hálózat, úgyhogy senki nem lehet abban biztos, hogy például a Brazília csínemesnek nem X-re kellett végződni. Ebben olvastam, nem lehetünk 100%-osan biztos. És az olvasás után az jutott eszembe, hogy most Baróti Lajos bácsi, hogyha élne, vagy Koppányi Gergely, aki nagyon is itt él a magyar fociban, a külföldi fociban, ezek után nem néz többet tévét. Nem néz többet meccset, ha ez ilyen. Fenntartásokkal tudom kezelni. Tehát volt egy-két hónap a könyvvel olvasása után, amikor egészen pici dolgokra lettem filmen, ez nem fut vissza olyan lendülettel, ez lehet, hogy benne van. Tehát annyira szerelmes vagyok a futballba, hogyha minden másodpercben ezen agyalnék, hogy vajon ez most amiatt van, mert megrendezett, vagy nem, akkor tényleg semmit nem élveznék belőle. Ez jó, mert tényleg ez a méter, meg ez a választópont. Én meg még annó magyar foci kapcsán, amikor annyi bundáról értesültem, vagy értesülni véltem, akkor utána már
már lehet, én vagyok rossz indulatú, nem tudom, rossz a májam. Én már így néztem mindent, hogy na, ez bunda, ugye? Aztán a meccs végeredménye nem azt igazolta. Újabb elméletet akkor azért nem gyártottam, hogy a szünetben most jött az ellenbunda, de még az se kizárt. Neked meg akkor ez mégse vette el a kedvedet. Hogy lehet ennyire beleszeretni a fociba? Fogalmam nincs. Igazából a 94-es VB volt az, amikor nagyon megtetszett ennek az egész milliója. Akkor 8 éves voltam, én az édesapámmal néztem akkor az Egyesült Államokban rendezett világbajnokság mérkőzését, és az annyira mélyen belém ivódott, hogy ezt nem tudtam. A millió? Ezt a szót használtad? És te pontosan fogalmazol. Igen, az egész hangulat. Tehát a színek, maga. A hangulat, a nézők, a jó mellő brazil csajok és a színpompa, minden, ez is hozzátartozott ahhoz, ami megfogott? Főleg a stadionok, a pálya. Tehát az nem véletlen, hogy nekem egy BL himnusznál liba bőrös lesz a kezem. Ezt nem tudom, hányan érzik rajtam kívül, biztos azért vannak jó páran, de ez valami olyan csalhatatlan jele az igazi szerelemnek, hogy ettől nem tudok szabadulni már 20 éve. Ez, hogy mondjam, fotelfutbalista vagy? Vagy üszted is? Üztem is, de nem komoly szinten. Tehát az egyetemen... nem volt olyan izgi, amikor te csináltad, mert akkor nem biztosan... Nem, az nem nézett ki olyan jól, meg ahogy én azt elképzeltem, nem mindig tudott úgy reagálni a testem. Az egyetem évek alatt volt egy egész jó jogászválogatottunk, Furtum Manifestum néven ment, ez a római jogban a tettenért lopás, és a Buzánszki Jenő egyetemi kupán értünk el közepeske eredményeket. Most pedig itt Budapesten is van egy amatőr kispályás csapat, ahol játszani szoktam, de már nem bírja annyira a bokám. Hát mert már idős ember vagy. Igen, benne vagyok a korban. Hát azért mondjuk azt is el, hogy ez a fiatal ember azért már megjárta Brüsszelt, mint EU jogász, meg ugye újságíróskodik, meg kicsit a riporterségbe bele kóstol, A brüsszeli az nem konkrét EU jogászi feladat volt, az egy szakmai gyakorlat volt, kvázi egy ösztöndíj program keretében kerültem ki az Európai Parlament kötelékébe, amilyen egy-két hónapos turnusnak indul, csak aztán mindkét fél megelégedésére ez sok hónap lett, tehát ez szakmai gyakorlat volt. Nyilván voltak szakmámból adódóan jogi feladatok is, jogszabályelemzés, módosító indítványoknak a szerkezgetése. Jó, rendben értjük, mondtam, hogy szerény. Ne fessünk túl magasra, mert fogsz te még majd itt kapni a műsor második részében elemzés ala, nem is koppányi, hanem kompani jön. Miért kompani? És miért így kell ejteni ilyen szépen magyarosan? Hát azért, mert ugye ez nem a az angol company szóból ered, hanem a belga futballista középhátvédben a Saint Kompaninak. Na, ő hogy jön ide? Na, ő úgy jön ide, hogy nem tudom, eddig kiderült-e a műsor során, de én szeretem a focit, és igen, emiatt nagyon szeretem a focis játékokat is, és az nekem az igazi kikapcsolódás, ha otthon ezekkel játszom, és ott az egyik ilyen játékban el lehet indítani egy karriermódot, amikor saját magadat megcsinálhatod, és akkor kompani lő, gól. És akkor ott kompani lő, gól, és amikor nálad van a labda, akkor ki kell választani egy nyilván előre beépített, tehát valós futballista nevét tartalmazó nevet. Az én vezetéknevemre, a Koppányira leginkább kompani vezetékneve hasonlított, úgyhogy ott mindig ezt választottam ki, és mikor elkezdtem blogolni, akkor blogolni mégse lehet. Teljes, rendes névvel, hát egy jó nick nevet kell választani, és akkor így lett a kompani. Aha, ez jó. Én mégiscsak oda lyukadok ki, hogy azért te itt a új szelek, modern idők gyermeke vagy, és hogy mondjam, szóval, hogy alapból kell mégiscsak támadni és bántani. Szóval azt nem értem még mindig, hogy ha ennyit, tudom, nem kritizálsz annyit, de azért odaszólsz keményen időnként, legyen az edző vagy bárki, akkor mit lehet benne annyira szeretni? Hát ha én valamit annyira lesz, a sarki zöldségesre azt mondom, hogy ilyen rossz a málnája, meg törődött az eper, hát akkor nem megyek oda többet. Vagy pedig akkor azt mondom, hogy ez a perverzióm, hogy én szidom a zöldségest, meg a nem tudom kit. Na hát nekem nincs ilyen perverzióm, hogy szidjak mindenkit. Nekem sincs, rápróbáltam ráhúzni. Igen, de
A magyar, nem is a kommentátor szakmával, nem is a sportriporterekkel szoktam negatívan foglalkozni, hanem az egész magyar futballal. Ha már korábban ajánlom, hogy az MTK videódat érdemes megnézni. Hát az... Pedig olyan kedves vagy, aranyos vagy, kimész egy meccsre, körülnézel, hát milyen a lelátó, a jegyárus, a pattogatott kukoricás, nem, az nincs. De, hát de pont... aztán mégis mi lett belőle, hát jól oda vágtál. Hát már rettenetes volt a meccs. Hát én 2009-10 óta nem járok ki magyar meccsekre, előtte bérletes voltam, én debreceni vagyok. Alakult a szülőföldemen. Az se tetszett, hát hol tetszett? De mikor még bérletes voltam, akkor nagyon szerettem. De a Debrecen most például hiába bajnok csapat, hát semmi szerepe nem lesz valószínűleg Európában most augusztusban. És én 4-5 éve távol tartom magam teljesen a mérkőzésektől. A bátyám egyszer, tudom, 1-2 éve mondta, amikor otthon voltam Debrecen, hogy nem nézünk ki a Loki meccsre. Mondtam, hogy hát nincs igazából kedvem. Azt mondja, de olyan jó idő van. Hát mondom, akkor menjünk ki a szabadba, rúgdassunk 1-2-t, hát mondom, tehát nem ad futballélményt. Nem ad futballélményt, nekem ez a legnagyobb gondom van. De akkor lehet, hogy te vagy az első, aki nekem meg tudja fejteni, és ez most halálkom, mert mondom, hogy én azt nem értem 20-25 éve, hogy miért tudunk nekibuzdulni évről évre, jön egy EB-selejtező, egy VB-selejtező, hogy most aztán magyar foci, menjünk, és aztán megint jól megverjük Máltát, Albániát, vagy nem, mert azért legyünk őszinték, a legjobb csapatrészünk az a naptáregyeztető részleg az MLS-ből. Az elején játsszuk a könnyű meccseket, és úgy tűnik, mint hogy a versenyben lennénk a többiekkel, akik egymástól rabolnak pontot. És kimegyünk, és kimegyünk, és újra kimegyünk. Újra kapunk egy pofont, újra kimegyünk. Szóval az, hogy én emberként nem csinálok, a kutyám nem csinál ilyet. Hát, hogyha ötször odahívom kedvesen, hogy puf, hát akkor utána nem fog odajönni. Mi miért megyünk ki? Te is azt mondod, hogy be kellene hinteni sóval, vagy nem tudom mivel. Aztán mégis focizol egyfolytában. Itt dől meg az, hogy a magyar pessimista ember, dehogy pessimista. Tehát mindig azt várja, hogy VB-kre vagy EB-re ki fog jutni. Az a helyzet szerintem, hogy a magyar futballnál, pontosabban a magyar futball alacsony szintjén helyezkedik el a futballról való közbeszéd is Magyarországon. Ez jó, és annyira nem látják reálisan a helyzeteket. Egy-két ügyes lózunggal annyira be lehet hergelni még a magyar nemzetet, hogy itt most van esély, mert annyira szeretik a futballt a magyar emberek, és annyira vágynak a sikerre, hogy minden kis szalmaszába próbálnak kapaszkodni, hogy na, talán most, ha egy X-et fogunk, és akkor megint majd megyünk Bukarestbe, és akkor 0-4, és lehet gondolkozni, hogy mi lett elszúrva, pedig már nagyon régen el van szúrva. Már csak két kérdésem van. Mi lenne akkor, hogyha téged mondjuk fölismernek majd a szurkolók, mert mégis kimész egy meccsre, akkor mit vársz? Mert tulajdonképpen egy kicsit óhatatlanul őket is lehülyézted. Hiszen ezek olyan barmok, bocs, akár veled együtt, akik kijárnak azokra a meccsekre, amire hát semmi értelme, a kompani is megírta, elmondta. Nem? Tehát szembesíted azzal az embert, hogy született hülye, hogyha kijár egy ilyen meccsre. Na jó, de ha senki nem mondja el az igazságot, akkor mi lesz a fejlődés? Ez olyan szép mondat, hogy ezzel nem tudok vitatkozni. Másik kérdésem, hogy és ugye, ha csak néha, meg olykor, meg finomam is, de a szakmát is és cikized. De azért mégiscsak valahol kimondva, kimondatlanul az a cél, nem? Hogy a szakmában, értem alatt a riporteri, kommentátor szakmát dolgozzál. Na közéjük akkor hogy mész? Tehát akkor lehet, hogyha mondjuk, lehet, hogy ez csak álom, lehet, hogy rossz álom, nem tudom, holnap fölvennének oda, ahol a most ott dolgozókat te cikiszted. Ezt hogy lehet kezelni? Valószínűleg nagyon nehezen. Nincs is olyan ajánlat előttem, hogy én az ő köreikbe beférkőzhetnék, de hát nem. Igazából azt gondolom, hogy egyik olyan negatív mondatom sem csak a kritika miatt született, hanem az... Tehát nem lárpullár, hogy én is mondjam. Nem csak azért, hanem nyilván van benne építő jelleg, és vágy a fejlődésre, vágy a jobbra. Tehát ezt te tudod a legjobban, évtizedek óta benne vagy, hiúk a sportriporterek, meg a riporterek, meg az újságírók, iszonyatosan hiúak. Igen. Valószínűleg sok mindenki ezzel nem tudna mit kezdeni.
De én meg az olvasóktól várom el, hogy mondják el, ha én például szakmaiatlan vagyok, vagy valami nem jó, vagy rosszul látok valamit. Elmondják? Szokták, persze. Kapsz persze hideget, szokták. Meleget? Régebben kaptam több... A hideg? Hideg? Jó, nem tudtam most hirtelen, melyik a negatív. Jó, melyik a rossz? Amikor még nem a Company Lő Gól blogot csináltam, hanem többet magamban megalapítottuk a Korona mögött Real Madrid szurkolói blogot. Hát ugye az már rögtön a névből és a tematikából adódóan a Barcelona szurkolóit már felbőszítés. Ha ott van valami kis poén vagy kritikai él a katalán kis csapat poén, felé. Kis kritikai él, hát ahogy elemezted, hogy ki legyen az aranylabdás, nem most. Ahogy neki mentél Messinek, minden szabad ült, azt is mondhatjuk. De nem Messinek mentem neki, hanem ott is az ostoba rendszernek. Jó, igen, így is lehet mondani. Hát, ja, nem így igen, is lehet ez a hülye levegő, Ikarus is azért nem jutott el a napig, nem elég sűrű. Egyébként az olvasókon ezt rengetegszer érzem, hogy egy prekoncepcióval ülnek le olvasni a posztot. Meglátok hát nehéz nem úgy, ha tudjuk, hogy egy Real Madridos mond véleményt egy barcásról. Ez is igaz, nem véletlen az sem, hogy most már nem csak a Real Madriddal foglalkozom. Tehát egy prekoncepcióval ülnek le olvasni posztokat, úgy indítják el a videóimat, és emiatt van a fejükben egyfajta kényszerképzet, amire ha egy pici utalás is van a videóban, akkor azt rögtön meglovagolják, még akkor is, ha egyáltalán nem arról szólt lényegében a videó, mint amit ők gondolnak, vagy ami miatt ők leszólnak engem. Na most már akkor mondjuk el, hogy miről szólt ez, mert ugye kérdeztem, hogy félsz-e a szurkolóktól, félsz-e a riporterektől, azt nem kérdezem, hogy félsz-e a FIFA-tól, UEFA-tól, de azért neki mész ezeknek a kedves kedvenc szervezeteknek is. Szóval mi a baj az aranylabdával? Az aranylabda szavazással? Leginkább az, hogy igazságtalan. Én régen sokkal jobban szerettem azt így a... Kész, pász, igen. Igazságtalan, igen. Rendben, igen, sokkal jobban szerettem azt a rendszert, mikor még a France Footballnak a kezében volt az aranylabda. Nagyon nagy hangsúllyal esett ladva az is, hogy a játékosok klubszinten milyen eredményeket értek el, és az is sajnos az is gyengíti most az egész rendszert, hogy Tadzsikisztánból, meg nem tudom honnan is szavazhatnak, és olyan őrült nevek jönnek, láthatjuk a különböző részletezett szavazatlistákat, miután kiderül a nyertes, hogy az is totálisan szakmaiatlan. Na jó, de fiatalember, nincs új a nap alatt. Hát annó, amikor Eusébio szóba került, akkor ezen háborgott mindenki, hogy nem is európai. Jó, persze portugál állampolgár, de egy kontinensen odébb született. Akkor ugye jött, ha jól emlékszem, a következő lépés, amikor Vea nyerhetett, aki aztán nagyon nem európai, meg na, csak európai klubcsapatban játszott, még csak nem is honosították, és. Ma meg kis túlzással megnyerheti egy kongói hátvéd, vagy egy kosztarikai jobbszélső is. Jó tudom, nem. De kongói hátvéd úgyse fogja megnyerni, mert óriási szerepe van a reklám és marketing értéknek is ebben a szavazásban. Tehát, de lehet, hogy ezt a tajikisztáni nem most veszi nézzük, figyelembe. Most nézzük meg a 2010-es szavazást, amikor ugye, remélem jól mondom, Xavi Iniesta is Messi volt ott, és ugye Xavi és Iniesta is ott volt a VB győztes válogatottban vezérként. Messi meg a VB-n nulla rúgott góllal zárta a tornát is. Hiába így is Lionel Messit hozták ki győztesnek. Miért? Na de most akkor mégis megkérdezem, hogy rátetszik erre csodálkozni, amikor biztos a tenyakadban is volt Real Madrid sál, meg elmentél Real Madrid túrra, vagy nem tudom, vagy a múzeumukba. Hát igen, ez erről is szól, meg mindannyian láttuk azt az ázsiai VB-t, amikor ázsiai csapatnak kellett lenni dobogó közelbe. És. Ezen most még megtetszik lepődni? Jó, hát egy kicsit, mert mint a VB és a csúcsesemény és a csúcs kommentátori gárda iránti vágy, úgy itt is egy kicsit vágyálom van a szemeim előtt. Mert én például tudok következetes lenni ehhez az elvemhez. Hiába szeretem jobban Cristiano Ronaldo-t, mint futballistát, most azt mondtam évvégén, hogy én Ribery-nek adtam volna az aranylabdát. Tehát én a következetességet, szakmaiságot hiányolom minden is. Hát most már olyan szakmai mélységekbe jutottunk, és egyébként a második részben ezzel folytatjuk majd, Elemez Company, hogy Gulyás Lászlóval szólva egy kis zenével menjünk tovább. Only 9-year-old got me 10 feet off the ground.
hearing what you say, but it just can make a sound. You tell me that you need me, and then you go and cut me down. But wait, tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around and say me 10 feet off the ground.